Jó napot kívánok, szavaztok gyerekek, Ürvi csatornán. Hát micsoda meglepő videó és micsoda meglepő indexkép, előkotortam a régi indexképet, mondom. Mindenképpen egy ilyen nagyon-nagyon retro hangulatban legyünk a mai résszel kapcsolatban. Ugye, akik ismerik a csatornát régebbről, azok tudják, hogy Model Spin Tires-ből csináltunk, vagy nem is tudom, valami 400 rész biztos, és úgy gondoltam, hogy hát igen, eddig bírtam jobban mondva, nem is, hogy úgy gondoltam, eddig bírtam, hogy a SnowRunner-t nem odoljam széjjel, de leszögezem, hogy ez gyakorlatilag nem az a mentés, amit használunk ugye a sorozatban a végigjátszás, ez egy teljesen külön, ebben a mentésben modokat fogunk kipróbálni, egy csomó fajtát egyébként, remélhetőleg rengeteg, annyi fajta traktor van, meg mindenféle csuda jó dolog, a helikoptertől a vajas kenyérig minden van itt gyerekek, tényleg mindent ki tudunk próbálni, béka! Béka mod, ilyet láttam gyerekek, béka modot lehet kipróbálni. Na mindegy, legelső ikonikus járművünk az nem is, mint egy Rabas Tiger 250-es helyett. Egyébként egy nagyon picit csalok, mivel az nem más, mint egy Steiger, de nem Rabas Tiger, hanem egy Tiger. Egy Tiger, mint tigris. Ugye egy kicsi történelmi visszatekintés, ugye úgy készült a magyar Rabas Tiger, hogy fogták a magyarok, elmentek a USA-ba, aztán azt mondták, hogy nekünk ennek a traktornak kellene a licensz, mert ilyen jó kis kiállású ez a Tiger traktor. Aztán fogták az összes tervezetet, elhozták Magyarországra, megépítették pontosan ugyanolyan ba, mint a, ugye az eredeti amerikai traktor, a Steiger cégnek a Tiger verziója, egyébként ennek van egy csomó verziója, de a Tigert koppintottuk le, nem koppintottuk le, megvettük a jogokat, és annyit változtattunk, hogy beletettük a hathengeres, csodálatos Rába dízelmotort. Úgyhogy gyakorlatilag ez a traktor az ugyanaz, tök ugyanaz minden részletibe. Egyébként egy modert csinált hozzá, matricát is, amivel így le tudod csapni a Steiger feliratot, vagyis Rába Steiger feliratot az oldalára, IKR-re, meg minden anyám kényába, tudjátok. Hát az nem működik, nekem legalábbis, hiába, és modoltam be, nem gyűjt össze. Úgyhogy ide képzelitek egy ilyen IKR feliratot, meg egy Rába Steiger matricát. Jól van? Azt akkor igazából ott vagyunk a toppon. Megnézzük a testreszabást, ugye ugyanúgy fogjuk ezt így megnézni, mint régen a Model Spin Tires részekben, szóval ez ilyen lesz, srácok, oké? Okay? Végzünk bele munkákat, olyan munkákat mindig, ami így kapcsolódik hozzá, érted? Hogy egy Rába Steiger. Na, nézzük, ha Motor Engine-ben egyébként van lehetőség, de ez megmutatom, srácok, de egyébként lokkolva van, meg még ráadásul. Nincsen normálisan elnevezve. Itt azt nézem, hogy egyébként a tartóság, az utolsónál tartóság, meg a teljesítmény tömeg az egy fölugrik egyel, viszont nagyon nincsen más elnevezve, csak van annyi adva, hogy engine második típusú 350-esről. Na, a váltóban itt vannak megint speciális dolgok, de megint itten annyi. Ó, van offroad verziói váltó. Hát lehet, hogy ez fölpattintja a keeper, mert akkor már legyünk tökösek, 4000-be kerül. Fölfüggesztés nincsen szabályos, gyerekek, ennek olyan fix felfüggesztése volt, hogy oda volt hegezve. Itt nem volt az, hogy rugó-bugó, meg ilyen hülyeségek, viszont a kerekek között van rengeteg, és azokat gyönyörűségesek, olyanok, mint amik ismertek szerintem. Van ugye ez egy ilyen normálos, van egy ilyen, igazából egy kicsit a mintázat változik, látjátok, ritkább a dolog. Van egy ilyen, a vékony kerék, tudjátok ezzel, mit tudom én, ilyen talajművelés, ahol nem kellene kitiporni a dolgokat esetleg, nem tudom. Viszont van dupla! Ez azért adja, nem gyerekek? Ez azért adja. Nagyon ritkán láttam egyébként itt az alába dupla kerekeset, de amikor láttam, akkor azért az nem volt gyenge. Ez konkrétan a paraszt mi az, minek nevezik? Bigfoot? Monster Truck, nem? Srácok. Igen, van egy ilyen is, van egy ilyen kopott, ez nagyon tök jó. Nem tudom ez miért ilyen, de ilyen kopott. Úton nagyon rossz, jégen kiváló. Csodatos, és van egy ilyen kopott dupla, nem tudom. Én azt mondom, srácok, hogy egy ilyen duplát így fölcsapunk, aztán adjál neki, Sanyi, nem? Terepen jó, sárba kiváló, és ezzel fogjuk próbálni. Rakjunk egy ilyet neki, nehogy már ne. Nézzük tovább, hogy mit lehetne itt még csinálni, mert vannak itt még érdekes dolgok. Csörlőt ugye lehet különböző verziót, de egyébként látjátok, hogy ez az amerikai Tiger Steiger, és konkrétan pontosan ugyanaz, mint a Rába Steiger, mert tényleg nem túlzok,
ez úgy működött, hogy ugye megvették a licenszét. Tehát elmentek Amerikába, megnézték, jó, ez a traktor, adjál oda a licenszet, kifizetünk neked ennyi pénzt, és akkor mi is gyártjuk Rába Steiger néven, Rába motorral. Ugye a motor licenszet azt nem vettük meg. Egyébként azt hiszem, hogy ezek az amcsi Steigerek, ezek ilyen mindennel voltak gyártva, még azt hiszem, hogy V8 is volt benne, meg mit tudom én, mi nem. Ja, vászkiegészítőbe tudunk dobni egy tolólapot, tudunk dobni, szerintem ez egy hárompattos csatoló akar lenni. Legyen rajta, gyerekek, tökösek legyünk. Tolólapot azt lehet, hogy nem kéne fölvágni rá, mert csak akadályoz minket majd a sárba, meg nem is annyira autentikus, bár azért használtak itt, így, ott, gyönyörűséges, nem? És kacok, van egy olyan érzésem, hogy gyönyörűséges, ha hát megyünk is ki a garázsból, és nem is én lennék, ha nem éjjel lenne, bazd, éjjel kell kimenni a garázsból. Igen, látjátok, ez egyébként ez teljesen külön mentés, itt fogjuk kipróbálni a különböző járműveket, olyan aspektusból, amiben igazából ők működtek. Ó, csodálatos, gyerekek. Jól néz ki nagyon. Nagyon jól néz ki, nagyon szép a mód. Igen. Ugye itt már úgy van, hogy ha kérdezitek, hogy lehet modolni, játékon belül van egy olyan, hogy kiegészítések letöltése, azt Isten áldjon. Törzscsuklós kivitel természetesen. Csodálatosan néz ki. Ó. Jaj. Csipóni fog a turbó, van egy olyan érzésem. Figyeljetek, annyi, leállítom, a 780 literes tank az lehet, hogy egy kicsit erős, nem? Nem tudom, mekkora volt Rábába, aki hozzáértő, az meg fogja mondani, és azt fogja mondani még ráadásul, hogy kipörte, nagyon egy antitalentum vagy mezőgazdaságban nem tud Rábának, hogy mekkora tankja. Figyeljetek, bemegyünk ide, bevállalunk egy küldetést, tudjátok, hogy kiköljön rágatni ezt a járművet a ganyébú, aztán megnézzük, hogy akkor ezt mennyire fog meg működni, mert igazából mire használták a Rábát, szántáson kívül egész télen húzigálták ki a ganyéból az Ikarusz buszokat a falu határába. Ú, de jó hangja van, azt a betyár! Gyereke, közkerék hajtás, diffizár, ki se tudott kapcsolni, ne vicceljél. Ha várjátok elsőre. Egyébként ez egy, úgy látom, hogy ez egy V8 van nekünk itt most, mert ahogy lökött be a motort, akkor látod, hogy mind a két oldalt 4 darab osztott hengerfej, ugye? Amerikai verzió, meg 4 darab leöblő, ahol látni. Úgyhogy ebben egy V8-as, valami turbos csoda van, hát nem kis pálya, az biztos. Nem tudom, egyébként más ország is licenszelte ezt a traktort, de szerintem nem. Mert igazából én csak az eredeti Tiger Steiger verziót és a Rába Steiger verziót láttam. Egyébként tényleg, annyi, ide képzelt az IKR feliratot, aztán itt vagyok benne a magyar valóságban szerintem. Mit akart megnézni a keeper? Valamit meg a belső lézeret, hát ne vicceljél, azt a betyár. De még a, belsejét. Gyerekek, ezt megépítették a magyarok egy az egybe, hallod? Nem kis pálya, nem? Nem tudok annyira lehajolni, hogy megnézem, hogy a tökünknél van-e a váltó, de szerintem még az is ott helyezkedik el. Oh, gyönyörűséges. Akkora kabin volt ez a traktoron, ilyen izé után, gyerekek, a kiskabinos 82-es után úgy érezte az ember, hogy nagyobb ide a szobája. Na, még egy izé angol WC elfér volna a sarokba. Na, adjunk neki. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog ez jól működni, vagy mennyire nem. Pótkocsit? Húzzuk egy pótkocsit? Megnézzük egy pótkocsi vontatást, hogy nem, menjünk ki gyerekek, kimegyünk a terepre. A farmon kell tevékenykednünk, autentikusan, nem tudom mennyire hangos egyébként, nekem ordinári hangos ez a V8. Brutális, látszak. Imádom, nagyon tetszik, jó ez a verve gyerekek szerintem, már most látom. Úgyhogy egy-két ilyen mentési műveletet kipróbálunk vele, és eldöntjük, hogy mennyire csites, mennyire nem, és pontozzuk. Lehet, hogy ezt bele kellene vinni így be a gameplay sorozatba, az a modtesztekhez, hogy nyomunk egy pontozást, és ti is leírjátok, hogy mi a véleményetek erről a dologról. Fakie, egyébként gyönyörű ez a mod, nagyon, annyira jól megcsinálják őket. Hát eddig konkrétan még meg se rúgtunk szerintem. Mindjárt kíváncsi vagyok. A terv az, hogy kihúzzuk a
először a személyautót, utána a teherautót a ganyéból. Azt akkor meglátjuk, hogy mennyire használható, mennyire jó a terepjáró képesség, nem-e túl csites. Már mondjuk egy drába stegerre nehéz megállapítani, hogy nem-e túl csites, mert nincs olyan hely szerintem, ahol nem menne el. Ugye nem is tudom, 72 szolos kerekekkel vagyunk megáldva. Ez konkrétan tényleg ilyen monster truck style. Basszus. Egy kicsit megpróbáljuk egy kicsit besározni a kerekeinket. Hát, hogy mondjam, jól áll neki a sár, jól áll neki. Figyeljetek, nyomjunk neki egy izét, egy L-et, és tök jó, mert most már itt ugye manuálisan állítható az alsóbb segítségi fokozatnak a... Látod? Tudsz neki rakni egy ilyet. És szerintem valahogy így közelítené meg a... egy Steigerest, az ilyen epic nehéz feladatot. Jó, nagyon jó néz ki. Itt már azért megcsúszkálunk. Csodálatosan modog gyerekek, nagyon jó. Ugye úgy van megcsinálva a törzscsuklós kivitel, hogy mind a négy kerék folyamatosan le legyen a földön, hogy nem elég, hogy így csuklik, hanem ugye egyen hátrébb, még a hátsó rész, az egy ilyen hossztengely mentén még így el is fordul, szóval egy elég összetett dolog ez, hogy így mindig megoldják ugye, hogy mind a négy kerék konkrétan le legyen a földön. Most direkt meg akartam próbálni, hogy fölmegyek erre a tuskóra, hogy ezt lássátok. Konkrétan ilyen el fog fordulni. Ó, hát ez... első hibát meg is láttuk, mint hogyha nem lenne hitboxa annak a keréknek. Mert van. Jó, oké. Visszaszívtam, fel akarok menni erre a tuskóra, de agyon nem akarja ő. De hogyha nem akarnék fölvenni, akkor biztos összejönne, nem igaz, gyerekek? Nagyon furcsa a törzscsuklós irányítás, ezt nagyon kell szokni egyébként. Aha, igen, és felállsz a tuskóra, hogy lepul a gumi, nagyon jó. Akkor is ugye elfordult a hátulja, látni, hogy ide-oda forog, de lehet, hogy ezt pont nem lehetett látni. Na, nyomjunk neki egy ilyet. Hát több mint jól áll neki szerintem a sár. Figyeljetek, nem kerülöm ki, belemegyek a legnagyobb ganyéba. Kíváncsi vagyok. Ugye ennél magasabban nincsen traktor, ami szívja a levegőt. Konkrétan már 3 napja meghalt a sofőr, még akkor is jár a motor. Látjátok, hogy a kabin fölött van ilyen jóval. Hát ez brutális egyébként. Oh. Az a baj, én mondanám azt, hogy csütes a jármű, mármint, hogy túl jó, de szerintem mindenki ismeri a Lava Steiger képességeit, és konkrétan ez nem csütes, hanem ez ilyen. Ez nagyon durva, nagyon jó. Hát ez jó, az nem kérdez vissza. Hát ezt a feladatot itt megcsináljuk, jó? Aztán, de igazából ez olyan, mint hogyha egy séta a parkba neki. Brutális, nagyon jó, imádom. Ez a traktor, ez gyönyörűséges. Várjátok, valamire kíváncsi voltam. Aha, jó, oké. Okay. Ja, ilyenkor lehet, hogy ugye felraktuk a 3 pontost, máshova is került egy csatolópontunk, ami tök jó, mivel így ráemel a rakományra, és nem az van, hogy ugye itt van csak egy vontató pontunk. Meg még ráadásul talán védi is a hátulját a gépnek. Nem akarok annyira gyorsan kimenni ebből a sárból, élvezni akarom ezt a dagonyázást. Már tudom, mi lesz a következő feladat ezzel a géppel, gyerekek. Az várjátok meg mindenképp, az egy ilyen epic nehéz feladat. Mindennel is, mindennel is. Emlékszem, hogy amikor régebben vettem egy ilyen Ruszki Azov 88-as gépet, azzal is beragadtam oda.
Kíváncsi vagyok, hogy ezzel mennyire fogjuk tudni azt megvalósítani. Egyébként nem mondom, hogy ez ilyen minden meg fogunk ezzel oldani, de szerintem semmilyen cheat nincs. Ú, basszus, az konkrétan, ja, átveregettük magunkat. Attól félek egyébként, talán az lesz ennek a járműnek a határa, ahogy a valóságban is, hogyha ugye lehasal, akkor ugye hiába forognak, meg hajtanak a kerekek, akár mekkorák is azok a kerekek. Ha lehasol a gép, akkor lehet, hogy annyira nem lesz baráti. Szerintem ez egy jó kezdés a sorozatnak. Komolyan mondom, ez egy jó kezdés, srácok. És egyébként esélyes, hogy fogjuk ezeket a gépeket használni majd a gameplay sorozatba, ugye, a végigjátszásba. Csak azért nem akarom őket használni, srácok. Azért nem akarom őket használni, mert ez például ez túl jó, nem? Most egy ilyennel érted, akkor igazából mindent is elhúzol mindenhonnan, mindent is kimentesz. Ez túl egyszerű lenne, gyerekek. Na várjátok, nyomunk egy olyat, hogy beugratunk a garázsba, és onnan fogunk indulni, mert onnan jóval rövidebb lesz az útvonal. Fú, csodálatos az a gép, gyerekek. Hát megfogtuk az Isten lábát, mondhatjuk, nem? Megfogtuk az Isten, és még az ikonja is megvan, szépen meg van csinálva. Ja, itt gondoltam, hogy itt van egy ilyen mentés, amelyik ilyen brutál, nagyon. Az első mapnak, ahogy itt tapasztalom, az legnehezebb része, hogy egy az, hogy ott ugye itt például egy ilyen nagyon sáros részen kell átverekedned, itt föl kell menned, és itt ide bemenni, ehhez a terrautóhoz, bevenni és azt kihúzni onnan, hát az föladja a leckét. És ne felejtsük el, ez az alapmotor. Nem is baj egyébként, hogy nem raktunk bele nagyobbat, mivel ugye ennél azért valószínűleg gyengébb a Rabensteiger 2.5-feresnek ugye a motorja, ami nem véletlenül Rabensteiger 2.5-feres, mivel 250 lóerős motorral rendelkezik. A gyerekek, küldjük neki. Ugye hát a végsebesség az, megnézzük mindjárt mennyi lehet. Elvileg olyan 25-tel tudott menni ez a gép. Hát lehet, hogy a műszerek azok nem működnek. Az a sanda gyanúm. Meg nem is tudom egyébként kilométer per óra kijelző műszer volt-e bennük. Esélyes, hogy lehet, hogy nem. Na, itt egy ilyen brutál sár. Viszont ezek a mekkora átmérőjű kerekek, ezek nem nagyon hazudnak ám, gyerekek. Hát ez jó. Ja. Az adja, az durva, nagyon durva. Esetleg a hátrány annyi lehet, hogy az ilyen nagyon szűk helyeken nem nagyon kellene vele forgolódni, főleg ezekkel a széles dupla kerekekkel. Fuck yeah. Na, ja, kicsit pattog. Hát ugye lengés csillapítás itt a gumin kívül, az nagyon nem. Nagyon nincs, ugye a balonos gumik, amik felfognak. Amit felfognak, meg a tököd, amit magad alá hajtasz, ennyi a komfortod. Hú, gyerekek, a sofőr az rendesen magdolódik benne, csem. Mindjárt ide érünk ám. Valamit még akkor ki akartam próbálni. Aha, hátsó világítás, az nuku. Na és itt ki fog derülni minden, gyerekek. Itt... Itt kiderül, hogy mégis mire számíthatunk ezzel a géppel kapcsolatban. Na itt jól látszott egyébként, hogy fordul a hátsó szekció. Látjátok? Az elsőhöz képest, így eltekeredik konkrétan. Egy forgáspont körül. És ennek köszönhető az, hogy ugye mind a négy kerék legyen folyamatosan lenne a talajon. Mert különben, hogyha ez a dolog nem lenne, akkor ha csak nem full sík terepen mész, akkor egy kerék egyik sorok az mindig a levegőben lenne. Nézzétek, hogy milyen szépen eltekeredik a hátulja az elejéhez képest, itt is látni. Na srácok, ide megpróbálunk bevágtatni. Hát szerintem nem vágtatunk, hanem egy ilyen
Lassú fokozatban kíváncsi vagyok mindenképpen, hogy hogy viselkedik a sárba. Ajaj. 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 Azt. Ajaj. Na hát igen, egy belső nézetet lehet... Aha. Nem elérhető a víz miatt. És igen, ez a durva, hogy ez tényleg ez egy ilyen konstrukció, hogy ugye mivel a kipufogó is, meg a... légszűrőnek ugye a beömlője is kívül van a vízbe, ez működne ez a traktor ebbe a környezetbe. Persze a sofőr az már régen azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, akkor én most itt feladtam. Jó, hát meg volt a komplett mosás. Hát gyerekek, itt körbe járjuk az egészet szerintem. Nagyon nem lesz gond. És ezt már csinálom is meg, gyerekek. Ah, nagyon adja. A törzssuklónak köszönhetően ugye egy helyben gyakorlatilag tud mozgatni a gépet, ami tud hálás dolog lenni. Hát igazából szerintem géppel itt ilyen könnyen nem boldogulsz. Abba biztos vagyok, gyerekek. És tök jó, hogy van ez a három pontos, hogy egy kicsit rá is tudsz emelni a gépre majd. Magadra tudod húzni. Bár ugye lehet, hogy nem a legjobb csörlő van rajtuk, akkor nem úgy működik, ahogy mi elképzeljük. Azért megérzi, de szerintem nagyon nagy baj nem lesz itt, gyerekek. Ezeket komolyan azért festették szerintem a Icarus buszokat citromsárgára, meg ezeket a gépeket is. Maradt nekik sárga festék, ugyanaz a citromsárga. Meg amikor rángatja ki így a ganyéból a délen, becsúszott buszokat, akkor ez komolyan dörgött az ég ebbe a játékba. Ezt még nem is tapasztaltam. Na. Ez a nem egyszerű. Ez a nem egyszerű, gyerekek, ez brutál. Ez konkrétan ilyen alapjáratod, így elketyegsz vele, kifele. Eddig szerintem még nagyon nem rúgott meg. De, megrúg. Szóval nem mindenható a gép. De hát közel áll ahhoz, na. Direkt kicsit nehezítem itt a dolgot, hogy próbálok így belemenni ilyen nagyobb sárba. Hát azt ne felejtsük el, hogy mögöttünk van egy tehetetlen jármű. Szándékos most ez a teszt, hogy én itt belemegyek ilyen helyekre. Viszont az a törzscsuklós kivitel, meg ugye, hogy a hátulja az így elfordul a hostengelynek megfelelően, az egy olyan tök jó konstrukció, hogy az összes kerék folyamatosan lent tud lenni a talajon. Az hatalmas nagy előny. És ugye nem kell emiatt külön lengéscsillapítókkal és rugóutakkal szarakodni, hogy gyakorlatilag, hogy len legyen. Ugye ez hasonló igazából, mint a merevhíd, ugye, terepjárókor. Ja, hát itt próbálom szenvedtetni, de nagyon nem akar ő szenvedni. Azt mondja, hogy kisgazdám én, ez meg se kotyan nekem. Enyhén egy picit csitesnek érzem, mert azért ilyen nagyon lápos, nagyon hatalmas sárba. Nem, gyerekek, nem, mert igazából még a gumit pereméig se süllyedünk el. Na. Kéri azért, kéri. Azért kéri, jó. Jó,
Jó, hát egy kicsit problémák merültek föl. Hogy ezt miért nem csapja ki ezt a fát, ezt nem tudom. Ó, van! Jézus úristen! Most nézem, hogy van izé, rettenetes fokozatunk is, ugye Hike-ba is tudjuk kapcsolni a váltót. Csak ennek a törzscsuklónak köszönhetően az irányítás néha elég kaotikus. Figyeljetek! Nyomtam neki egy Hike-ot, konkrétan egy ilyen magas sebességi fokozatba így betűttem, azt a stürül. Hát de mondjuk ez nem autentikus nekem, ezzel a géppel szépen komótosan így mindenen át. Ezt komolyan mondom, én ezt annyira élvezem. Ez a jármű, ez nagyon jó. És nem csak azt élvezem benne, hogy mert most itt átmegyünk mindenen, hanem azt, hogy ezekkel a gépekkel egy csomószor találkoztál. Remélem, hogy mindenki közvetlen közelről megtapasztalta azt, hogy amikor egy ilyen elmegy mellette, hogy az milyen érzés, így nézel fel rá, és azt gondolod, hogy úristen, hát ez földindulás. Szó szerint remeg a föld, amikor megy el melletted. Főleg, amikor sipol a turbó, te isten, hát komolyan, mint egy ilyen beast, egy ilyen szörny. Olyan érzésed van. Jó, gyerekek, szerintem mondhatjuk, hogy nagyon epikek vagyunk, nagyon jó. Borzalmasan komoly a gép. Nem érzem csitesnek, talán egy nagyon enyhén, egy ilyen 5%-ot mondanék, hogy 5%-kal kicsit erősebb, mint amennyire kellene lennie, vagy nem is erősebb, hanem jobb a terepjáró képességed. Várjatok, álljatok, nem tudok beszélni, mert folyamatosan arra figyelek, hogy mennyire jól néz ki ez a gép. Ugye el kell fordítanom a kamerát, vagy valamit kell csinálnom, mert tényleg eláll a szavam. Na viszont akkor így a pontozás a végére. Többek között azt megírhatnátok, hogy rakjuk-e be a sorozatba, vagy ne. Én attól félek, hogyha ezt berakom a sorozatba, nagyon sokat használnám, és konkrétan esetleg ilyen mentőjárműnek, vagy scout járműnek így berakhatnánk. Hogyha nagy a szar, nem tudjuk kiúzni valamit, akkor így tényleg mind a valóságban így... de ugye meg kell venni természetesen ezeket a modokat is, szóval nincs olyan, hogy most akkora csitet csinálok. Ugye egyébként elképzelhető, hogy ennek jó nagy tankja van. Hát ott az a hátsó rész, az egész itt egy ilyen üzemanyag tartály. De milyen lemezekből van ez hegezve, nézzétek? Hát azok nem kis pályák, úristen. Igen, kinézet. Szerintem kinézet egy ilyen... 10/10-et nem adok rá, mert mit tudom, én nem tudom miért ne adjak rá. Sár egy kicsit furcsán nyúlik a sár textúra a kerekeken, de egyébként maga a felépítmény, minden szerintem, a mozgás, minden. Ez simán egy 9-es vagy 10-es módnak így el. Azt mondanám, hogy simán belefér, hogy akkora legyen. Akkor annyi pontszámot adjunk rá. Nem tudok beszélni. Az a baj, így nézem, és folyamatosan deja vu érzésem van, ahogy láttunk ilyeneket, és még meg is van kopva a festés rajta, hát nem is tudom, lehet, hogy inkább egy 10-eset kéne erre adni. Nézzétek, az a kopás ott a motorháztetőt, az mennyire real, mennyire tényleg így kopnak, így koptak, meg a dobozokon ugye az élekről először a festék. Nagyon szép, jó. A csából meg elaludt az ülésben, most halál komolyan tényleg. Beltér is jó, annyi, hogy a beltérben ugye azt mondom, a műszerek azok nem működnek. Várjál? De, hogy nem működnének gyerekek. Üzemanyag, olajnyomás. Ó, én voltam a hülye, elnézést. Működnek azok a műszerek? Nagyon is. Hát akkor 10/10 gyerekek. Na, írjatok szerintetek mennyire jó, meg az, hogy belegyen a sorozatukba, mármint a végigjátszásba. De gyönyörű. És jönnek a különlegesebb gépek, és a közhelyesebbnél közhelyesebb gépek, mint az MTZ-ig, vagy a Vladimir T-25-ös, vagy az UTB, meg a többi srácok. Úgyhogy következő részben várlak benneteket. Szervusztok!